az Ádám Jani Általános Iskolában vagyunk, Budapesten, 11. kerületben, Új-Budán. Felmegyünk, és akkor osztályonként felállunk. Rita néni és a Szajeket néni kiválaszt egy népdalcsokrot, és azt fogjuk előadni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nagyon jó, hogy megint hogy együtt vagyunk. Az első a kinyílt a rózsa, her vagy rózsa, és a rózsa, rózsa, bazsa rózsa. Kinyílt a rózsa, hajlik az ágon. Ebből az iskolából már nagyon komoly, országos kezdeményezésű dolog is indult, nevezetesen a muzsikásnak a rendhagyó énekórája. Itt volt a legelső rendhagyó énekóra, ami azóta már kiterjedt és 450 iskolánál több helyen megjelent. Most egy hasonló kezdeményezésnek az elején, a csírájánál vagyunk, a daloló iskolák. Ilyenkor énekelni, főleg azért már, amikor, mert mindenki énekel, és olyan jók a hangzások. Én nagyon szeretek énekelni, énekesnő akarok lenni. Mit jelent ez a daloló iskola? Kérdezem Bernát Zsuzsa, igazgató asszony. Ennek a gondolatnak a gyökereit abban kell keresnünk, hogy egy zenei osztályunk van, amely első évfolyamtól 8. évfolyamig megy. Az iskola tevékenységét a zenével való kapcsolat áthatja, és a nem zenei osztályok életében is megmutatkozik. Úgy gondoltuk, hogy érdemes megragadni azt a lehetőséget, hogy egyre több gyereket vonjunk be az éneklésbe, a mindennapi örömbe tulajdonképpen, és ezért reggelente minden osztályban folyik egy olyan szervező munka, ahol az énekszakosok által megkomponált dalcsokrok megtanulása folyik, illetve éneklése, és a hét utolsó napján ennek az összefogása van, amikor az egész alsó tagozatban egyszerre szólal meg az ének. Éneklésnek, a dalcsoknak összeállításának és az egésznek a motorja, a lelke, Alpár Rita tanár. Ezt a kezdeményezést már a múlt tanévben elkezdtük előkészíteni pontosabban. Az előkészítés abból állt, hogy összeállítottuk a népdalcsokrokat, és elkezdtük megtanítani, hogy idén október 1-ére, a Zene Világnapjára legyen a tarsolyunkban jó néhány csokor, amit aztán péntekenként közösen, illetve hát a hét többi napján minden osztály saját berkein belül énekelget. Hogy tetszenek ezek az éneklések? Szerintem nagyon szépek ezek a dalok, főleg, hogy én szeretem a régi módi dalokat. Csillag, csillag, páros csillag az égen, nem látta-e a rózsámat a héten, láttam bizén a rózsmarin erdőben, sárga te a rózsa nyílott ki a kezében. A rendhagyó, muzsikás rendhagyó énekórák után remélem, hogy ez az elképzelésem is szélesebb körbe elterjedhet. A Művészeti Akadémia, amelyiknek tagja vagyok a népművészeti tagozatnak, ezt támogatja, a pályázatait is úgy írja ki, hogy a közösség nevelő, értékes
művészi munkára pályázatot ír ki, ez is támogatja majd azokat az iskolákat, amelyek ebbe be kívánnak kapcsolódni. Hányszor halljuk felnőttektől is, hogy hát nekem nincs hangom, én nem tudok énekelni. Ezek általában lelki gátlásokat jelentenek. Ha ebben megpróbáljuk a gyerekeket feloldani, talán a későbbi években is megmarad. Gyerekek minden nap énekelnek, már azt mondják a tanárok, hogy érződik a hatása, 2 hónapja tart még csak. Ebben az iskolában, az Ádám Jenő iskolában úgy látszik, hogy ez a kezdeményezés működik. Remélem, hogy más iskolák is átveszik ezt a nemes elgondolást. Nagyon szépen daloltunk, viszontlátásra!